Bence Gábor, Teremiás országos bajnokság alsó őrs első helyezés. Országos terebajnokság Győrúj Barát első helyezés. 4 éve díjazzák a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők, valamint a művészeti, kulturális, tudományos területen maradandót alkotók munkáját Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központban szervezett ünnepségen azon személyek, egyesületek, szervezetek kapták meg idén is a Szekszárd büszkeségei elismerést, akik hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez. Így például az Aliszka Nyilai Íjászt Egyesület versenyzőinek az országos bajnoki helyezéseket szerző sportolóit is díjazták. Ez a városi díj, ez nagyon egyedi. Ez, nagyon örülünk, hogy pont a mi városunkban hozták létre. Ezzel a versenyzőinket is nagyon motiválja, hogy itt azért kapnak egy kis pénzjutalmat, amit bármire tudnak fordítani, és ezzel motiválják őket a következő évre is, hogy minél jobb eredményt érjenek el. A díjazottak pozitív tulajdonságai mellett fontos szerepe van annak a családi háttérnek is, amely biztosítani tudja az ehhez szükséges megfelelő feltételeket, mondta Álsezső polgármester köszöntő beszédében, majd felhívta a figyelmet a díj hiánypótló szerepére. Amikor átvettük a város irányítását, találkoztunk azzal, hogy valami mecénás tehetségvonzó alapja a városnak, de nagyon szűk mezsén enged mozgásteret nekünk. Úgy gondoltuk, például a világverseny nem tudunk elismerni. Úgy gondoltuk, hogy ezen változtatni kell, és nagyon sok olyan szexuális tehetséges fiatal van, aki sportban, művészetben, tudományos munkában, gyakorlatilag a verseny kereteket túlfeszítve egy kicsit, nagy teljesítményt ér el. Befejezésként a Szekszárd sportolója és a Szekszárd edzője díjakat adta át Álsezső. Az előbbi Gereben Lívia, a KSC kosarasa, míg Szekszárd edzője Harsányi Mária, a KSC kadétlány csapatának vezető edzője lett. Az ünnepségen 98 díjazott részesült elismerésben, 17 csapat és 20 felkészítő. Ez mintegy 400 főt jelent.